Hazahozta Pécsre a Volánbusz ZRT a teljes egészében felújított emeletes buszt. Az Icarus 556-os 1969 és 1976 között a Baranyai megyeszékhelyen teljesített szolgálatot. A Bicarusként is emlegetett járművet nagy érdeklődés övezte. 1968-as autóbusz 1969-ben került Pécsre, 1977-ig közlekedett, majd ezt követően 5 évig Balatonvilágoson büfékbuszként szolgált, és akkor eltűnt a nyilvánosság elől, különböző gyűjtőknél parkolt, illetve elkezdett amortizálódni. Szabad ég alatt állt, berozsdásodott, gyakorlatilag amikor megvettük 2020-ban, akkor egy épp eleme nem volt, tiszta rozsda volt az egész, és egy ilyen valamikor autóbuszra emlékeztető képződmény volt. És a két év alatt újítottuk fel 15 ezer munkaórával Zalaegerszegen, az ottani lakatosok, fényezők munkáját dicsére a küllem, a belsejét pedig itt a pécsi kárpitosok csinálták. Ebből a jármű, ez az egyetlen egy jármű van, nagyon büszkék vagyunk rá. Ugye ez annyiból különleges, hogy ez két autóbusznak az egymásra építéséből készült. Túlméretes jármű, 4 méter 24 cm magas, így gyakorlatilag mindenhol engedélyköteles, és kerülgetni kell vele a fákat, aluljárókat. Tehát ez annak, hogy ez az autóbusz csak Pécsen tudott gyakorlatilag közlekedni, Budapestre tervezték, ugye az ottani megnövekedett utasszám miatt, de Budapesten nem fért el sehol sem. Érdekesség, hogy eredetileg 5,5 méter magas lett volna a busz, de végül 4 méter 24 cm-re csökkentették. Az Icarust egyébként a pécsi Oldtimer Club rendezvényén is megcsodálhatták, sőt, ki is próbálhatták az érdeklődők. Természetesen a veterán járművek szerelmesei sem unatkoztak, akik szép számmal érkeztek az eseményre. A klubunk ebben az évben ünnepli a 20 éves évfordulóját, és az egyik első rendezvényünk volt a veterán bőrze. Körülbelül 2004-ben volt a legelső, akkor még csak ilyen 20-25 jármű és árus jelent meg a bőrzéken. Aztán minden évben megtartottuk, általában a legtöbbször a vásártére, és mindig többen lettünk. És az utóbbi 5 évben szinte megsokszorozódott az érdeklődőknek a száma. Tavasszal és ősszel csinálunk ilyen bőrzét, és most tavasszal a vásártéren nem fért be mindenki. Kinőttük a vásárteret, és próbáltunk egy nagyobb helyet találni, és ez az Expo Center területe, ez teljesen ideális erre a rendezvényre. Bőven van hely, és hál' Istennek nagyon sok árus és veterán jármű tulajdonos is kihozta a járművét. Az egyesületünk nagyon sok rendezvényt szervez, ahogy említettem, tavasszal és ősszel csinálja a veteránbőrzéket. Minden évben veterán bállal kezdjük a programjainkat, ami általában februárban van. Szeptemberben csinálunk egy nagy háromnapos nemzetközi találkozót, ami most is megrendezésre került, és nagyon sok vendégünk volt. A Széchenyi téri kiállításon nagyjából 150 veteránjárművet tudtunk kiállítani a vasárnapi napon. Azon kívül még csinálunk kiállításokat a strandok területén, a Harkányi Fürdőfesztiválban rendszeresen megjelenünk, az Alaszentbróton, Igalban csinálunk ilyen kiállításokat, és nagyon sok külföldi partnerklubhoz járunk vendégségben az év folyamán, ahol szintén általában ilyen 2-3 napos rendezvényeken barátkozunk, szerzünk újabb ismerettségeket és újabb veterános barátságokat. Csinálunk regisztrációt, 250-re biztos, hogy satszolhatunk. Még mindig érkeznek a veteránjárművek, most nagyjából 10 óra van, és még folyamatosan érkeznek. A veteránjármű az ugye általában 30 évnél idősebb járműről beszélünk, amikor veteránjárműről beszélünk, és különböző típusok, különböző minőségű járművek vannak.
emeletes busz, ami Pécset járta a 70-es évek elején, a nagyon nagy érdeklődést vonzott, olyannyira, hogy 4 kört csinált itt a városban, és már elővételben az interneten elfogytak a jegyek az emeletes buszra, és ma délután 1 órakor egy extra kört még a kedvünkért megtett, hogy még akinek nem jutott jegy, ő is ráférjen erre az emeletes buszra. Ez nagyon sok látogatót ide vonz, számszerűleg nem tudjuk megmondani, hogy mennyit. De tele van az Expo Center udvara, aminek nagyon örülünk, részben azért, mert az árusok portékáit szeretnék megvásárolni az emberek, részben azért, mert a sok szép veterán járművet szeretnék megtekinteni. És hát természetesen az emeletes busszal is szeretnének utazni. A Börze fő attrakciója, az emeletes busz visszakerül a közlekedési vállalat telephelyére, de a jövőben is látható lesz még a jármű. Különböző találkozókon, felvonulásokon vesznek részt a busszal, valamint nosztalgiatúrákat is szerveznek majd.